nagyon jó volt Cindyt játszani, mert annyira kedves, aranyos és elszánt, de folyamatosan rájár a rúd. Szeretne szerelmes lenni, és boldog lenni, de ehelyett állandóan, teljesen képtelen helyzetekbe kerül, mivel erős, átvészeli. People want hard-hitting stories and in-depth coverage and... And twins! What is that man around? Talks that love cats! And twins! Nagyon tetszett, hogy egy ilyen filmben is játszhattam. Egy olyan figurát személyesítek meg, aki több arcú. Én vagyok a hangulatfelelős és a kamerás is. A fő feladatom a nevettetés. Ha azt el tudom érni, hogy nevessen a stáb, akkor elmondhatom, hogy képes vagyok valami nagyszerűre. De csak ha ülnek és néznek, akkor valami baj van. A filmben megpróbáltam nevettetni, úgyhogy közben én is jól érezzem magam. Azt hiszem, ez sikerült elérnem. Én Tétet játszom a filmben. És ha látták a Kör című filmet, akkor láttak két katolikus iskolás lányt is. És én játszottam az egyiket közülük, Pamela Anderson a másikat. Ennyit tudok mondani. Két katolikus iskolás lány ugyanabban a filmben. Have you heard about this videotape? The one where they do it on the boat, and then in the car, and then in the bathtub, and he's like, hey baby, I love you. No, not that tape. Oh, the one with all the scary images. You know, after you watch the tape, the phone rings, and this really scary voice comes on, and says you're gonna die in like... 7 days. Yeah, I saw that one with Josh last weekend. You're with Josh last weekend? A lány, akit alakítok, mindig divatos, fonott pincsei vannak, ami szerintem igazán dögös. Elmondhatom, hogy ez az egyik arcom. Van más arcom is, mivel tanár vagyok. Brendaként mutatkozom be a filmben. Annyira jó volt eljátszanom a szerepemet, mert a srác megfejthetetlen. A nézők folyamatosan azt lesik, hogy mit szúr el megint. Lakesa nem semmi nő. Egyedi keveréke rengeteg különböző személyiségnek. Néha azt kell mutatnia, hogy szexis. Néha megmutatja az otthoni arcát. És néha úgy viselkedik, mint egy tipikus házi sárkány. Szóval ordítozik, meg veszekedik, meg ilyen mindenki által ismert dolgokat művel. De ugyanakkor nem bontható külön egyéniségekre. Egy biztos tulajdonsága van. Nem tartja magában a véleményét Orfeusz jós tehetségét illetően, aki egyébként meglehetősen rossz férj. Mindettől függetlenül imádják egymást, bár a pasi gyakran megcsalja. És én erre tudok bevadulni. You made a copy of the tape. Let's see it. Yes, okay. What is that? There we go. You gonna do me like that? You gonna do me like... What you gonna brush down? What you gonna brush down, huh? Down low. Egy kicsit különbözött attól, mint amit megszoktam, de a hangom és a kinézetem ugyanaz volt. Ahogy megfordultam, mint a tervező, ez volt benne a poén. Hello, Cindy. I'm the architect. You have many questions. I've been watching you for a very long time. Hey! You put cameras in my bathroom? This is an invasion of... Ow! No, sorry. I can't help it. It's very lonely in here. Ergo, I haven't been with anyone in a very long time. Not counting myself. Or this chair. I call her... Linda. Could you just cut to the chase? I'm kind of in a rush. Why? You can always sleep over if you want. Linda's built for two. And she vibrates. Stop it! Szinte lubickolok ebben a szerepben. Imádok vígjátékokban szerepelni, mert nagyon szeretem őket. Tetszenek az ilyen stílusú vígjátékok is. Ezekben ugyanúgy felhasználhatom az eddigi tapasztalataimat, de nem sokat játszottam ilyen filmekben. David már egy jó pár ilyet készített, és
sokszor adott tanácsokat, hogy mit, hogyan csináljak. Persze, nincsenek szabályok. És ez benne a szép. Nincsenek határok, amelyeket át lehetne lépni. Mert semmilyen műfaj nincsen behatárolva. Mindegyiknél egy új kezdődik. Nagyon szerettem Daviddel dolgozni. Megadta a színészi szabadságot. Úgy játszhattunk, ahogy mi tartottuk a legjobbnak. Jól éreztük magunkat, ő pedig csak kisebb tanácsokat adott egy-egy szereplő viselkedésével kapcsolatban. Looking like you dinosaurs, a mad cow disease, you fake D-Rabbit, out to battle me, 8 miles down the road, the farm's data ring. He's a dead man. Remélem, hogy ő is épp úgy élvezte velem a munkát. Olyan színészek játszanak benne, mint Charlie Sheen és Anna Faris, és ezért elég könnyű volt ilyenekre osztani ezt a filmet, mert jó színészek szerepelnek benne. Tudják, hogy mit csinálnak, ezért csak néhányszor kellett megmondanom, hogy mit kérek tőlük. Hey, look, before we get on with the battles tonight, I got a couple announcements to make. I know y'all gonna want to bust a cap in the air for your favorite rapper, but if you could please hold on to your gunfire until the end of the show. DJ, spin this! Head to tail, playboy, what's it gonna be? You cannot escape your fate in the streets, okay? I count cash, you count sheep. Better not sleep on a beast, compete. All right, that was hot! That's what I'm talking about, right? Yo, what do we think? Absolutely dreadful. Ghastly. I don't know what I'm doing here. This club is totally pathetic. Általában a néző nem számít rá, és ilyen arcot vág. David szereti, ha a nézők így néznek ki. Akkor jó rendező, ha ezt el tudja érni. A Scary Movie 3 szerintem nagyon mai. Nagyon egyedi, mind a film, mind a szereposztás. David nagyon jól összehangolta a kettőt, hogy a lehető legtöbbet sikerüljön kihozni belőle. Találkozunk a régi szereplőkkel. Megjelennek újak is mellettük. Hey baby, how's it going? Oh, I'm dying, Tom. Don't talk like that. The truck barely hit you. Kiss me one last time. Promise me you'll never remarry. I promise. And no more sex. I'm sorry, I didn't catch that. No sex. Honey, you're not speaking clearly. Your injuries must be awful. No sex. Oh, cruel fate to shroud my wife's dying words in mystery. No sex! Poor Annie. We hardly knew her. She'll be missed terribly. A filmben megjelenik egy repzenekar. És belépek én, mint a hangulat felelős. És mielőtt elkezdenék a műsort, el kell magyaráznom, hogy mi fog történni a színpadon. A közönség nagyon izgatott, mert tudják, hogy kik vagyunk. De nekem ki kell tartanom. Hiába lövöldöznek az előadás után, nekem ott kell maradnom. Pedig akár meg is sérülhetek. A sorok mögött rejlő jelentés adja meg a filmnek az igazi tartalmát. Amilyen mozdulattal adunk elő egy-egy mondatot, vagy ahogy reagálunk egy-egy sorra, attól lesz a megszemélyesített alak igazán vicces. Ezért volt olyan jó Daviddel dolgozni. Mert benne volt bármilyen dologban, ami még viccesebbé teszi a jelenetet. Nem mindig tetszett neki, de benne volt, hogy kipróbáljuk. You know, there's so many magnetic waves traveling in the airspace because of TV and television. We're losing 10 times as many brain cells as we're supposed to. Oh, please. The cow says blank. 3 letters. Dude. I don't know. Magnetic waves, brain cells. I don't understand the connection between all that stuff. You know what else I heard? Magnetic waves shrink silicon molecules. It's not working! It's backwards! What do I do? I don't know! I don't know! Oh.
Az igazi jellemzője ennek a filmnek, hogy nők csinálnak mindent. Nem is emlékszem, hogy hányszor verekedtem a filmben. Folyamatosan csak harcoltam valaki ellen. Az első két rész sokat segített, hogy megedződjek. Az első résznél még meg kellett tanulnom ütni és védekezni. A második résznél megint csak meg kellett tanulnom egy pár dolgot, úgyhogy most arra már igazán képzett lettem, és ez óriási. Már tudom, hogyan üssek, hogy védjem ki az ütést, hogy hárítsam el azt. Nagyon szerettem ezeket a jeleneteket. És nem is kellett még dublőrt felkérnünk, remélem ezután sem lesz rá szükség. Ez egy szokatlan vígjáték. A horrorra akadva három leginkább az Airplane, vagy a csupaszpisztoly hangulatát idézi. Nagyon vicces, rekeszizmokat nem kímélő a humora. Már eddig is készült néhány nagyon jó ilyen jellegű film. De nem volt összhangban a történet, a szereplők és a cselekményvezetés. Ebben a filmben ezek olyan módon összetettek, ahogy csak lehetséges volt összehozni. Oh, come on! Cindy, the news is on! Another little white girl that fell down the well! Cindy, the TV's leaking! Van egyfajta, nagyon gyors munkatempó, amit diktál. És poén hátán van. Nem szeretné, hogy egy pillanatra is unatkozzon a néző. Ezért olyan mozgalmas a film. Good morning, I'm Ross Giggins. This is 5 miles. After the last naked couple was brutally murdered. Turning now to sports. And an evil videotape that kills anyone who watches it in 7 days. Trust me, it's a horrible fate. You hear me? I didn't really mean anything I just said. Who watching this could be dead in a week. Oh, shizzle gizengar. I've been cleaning after this Giggins for 10 years, but I've been hitting it with his woman for 12. Know what I'm saying? She likes her some chocolate. Sharpton for president, y'all. I'm outie. Szerintem nagyon fontosak ezek a filmek, mert az emberek szeretnének kikapcsolódni a moziban, nem gondolni semmi komoly dologra, hanem csak nevetni. Ez a sorozat tényleg erről szól, a nevetésről, és megint csak a nevetésről. David olyan poénokat keresett, amelyek teljesen hétköznapi helyzetekből adódnak. Például viccet csinált abból, hogy Charlie Sheen kisétál az ajtón. A horrorra akadva három nem más, mint egy jó értelemben vett baromság. Nem lehet igazán pontosan leírni a lényegét. Imádtam az első két részt, de ez is nagyon tetszett. Rengeteg vicces dolgot láthattam és játszhattam is benne. Nagyon szuper volt az egész. Meglátjuk, hogy mekkora siker lesz. Szerintem jók a poénok, és szerintem lesz még folytatás.